Pislogás bal szemmel igen, pislogás jobb szemmel nem. Hopi, vennél most Nvidia-t? Hopi szerint most nem kellene Nvidia-t venni, de ez egy érdekes történet, ha szeretnétek több meglátást hallani vagy látni Popitól, akkor írjátok meg, vagy lehet, hogy behozzuk még egy párszor. Szóval, nagyon érdekes dolog történik, mert az előző videónkban egy nagyon fontos témakörrel az inflációval foglalkoztunk, amivel ma nagyon sok mindent fogunk kezdeni, szóval, hogyha valaki lemaradt az előző videóról, gyorsan majd menjen visszanézze meg, nem túl hosszú, viszont nagyon hasznos. A mai videóban valami más dologról fogunk beszélni, de nagyon sok köze van hozzá. Amiről beszélni fogunk, az pedig inkább a hosszabb távú kereskedőknek és befektetőknek szól, és ez akár a kriptópiacon aktív embereknek is információt adhat arról, hogy hogyan is kellene eljárni. Ehhez veszünk egy példát, az pedig a TBS számla lesz, ami mostanában nagyon-nagyon populáris Magyarországon. És ugyanide az infláció, hogy ma meg fogom nektek tanítani, hogy hogyan kell kezelni a számlánkat, a pénzünket, egy példaképpen TBS számlán keresztül, de itt valójában a helyes portfólió kezelésről és diverzifikálásról lesz szó. Mert hogy miért fizetnél valakinek csomó pénzt, hogyha egyébként meg is tudod tanulni, és nyilván, ha nem akarod megtanulni, akkor inkább fizess valakinek egy csomó pénzt, hogy ezt ellássa számodra, megfelelő szakembernek, de ha meg tudod tanulni, akkor ezt most megteheted, legalábbis első lépésként, ha megnézed ezt a videót, meg persze az előzőt is, akkor nagyon közel kerülsz hozzá. Ugorjunk is bele rögtön, kezdjük azzal, hogy mit szerettetek volna hallani. Az előző videóban ugyanis megkérdeztelek benneteket, hogy milyen ágazatokat követtek és milyen időtávon. Nagyon örültem volna annak, hogy ezt megírjátok, és rendtetően sokan válaszoltatok, úgyhogy szuper anyagból táplálkozhatok. És bár úgy gondoltam, hogy három különböző videót fogok belőle készíteni, mégiscsak egybe gyúrtam, mert annyira sok, annyira hasznos információt szeretnék nektek elmondani, hogy szükségem volt a teljes képre. Az ágazatok, amelyek benneteket érdekeltek, az egyébként nagyjából a következőképpen írható le. Megemlítettétek a kriptót, az ingatlan piacot, a forex piacot, a részvénypiacot, és ezenből legtöbben a tech és a bank szektorra fókuszáltok, és emellett itt voltak még a nemes fémek és az ipari fémek. Na most, ha valaki megfelelően szeretné kezelni a befektetési portfólióját, vagy pedig magát a tőkét, akkor úgy gondoltam, nagyon fontos felhívnom négy olyan hibára a figyelmet, amelyet szinte mindannyian elkövettek, és természetesen én is elkövettem az elején, viszont azt is meg fogom mondani, hogy hogyan javítsátok ki ezt a négy hibát, és pontosan erre fogom építeni, hogy levezessem számotokra az első pár lépést a megfelelő portfólió kezeléshez és tőke diverzifikáláshoz. Nézzük tehát, hogy mi az a négy pont, amit a legtöbb, hanem minden kezdő, vagy pedig már előre haladott befektető elkövet. Nos, az első legnépszerűbb hiba, amit általában elkövetünk, az abban nyilvánul meg, hogy általában azt mondjuk magunknak, abban tartom a pénzt, illetve a legtöbb pénzt, hosszú távon, amiről a legtöbben beszélnek. Ez egy teljes mértékig miszkoncepció, viszont nagyon fontos lesz a helyes portfólió kezeléshez. Ugyanis ha valamiről a legtöbben beszélnek, az általában inkább pumpa alatt van. Amitől menni fog, ez tény, de ezek is esnek a legtöbbet, mikor a lufi kipukkan. Ennek oka, hogy kevés támaszuk van. Érdemes ezeket kihasználni, de a portfólió tőkéjének kisebb százalékával. És ebből következik egy ennél sokkal mélyebben gyökerező hiba, az pedig az, hogy a legtöbb, hanem minden elemmel ugyanolyan időtávra tervezek. Ennél is rosszabb, ha nincs terv, hogy meddig tartjuk. De ha van, akkor is tudni kell meddig. De erre a kérdésre a válasz nem egy időpont, hanem a miértje a pozitív fundamentumnak. Vannak ugyanis piaci ágazatok, amelyek stabilabbak, jobban igazodnak a gazdasági változásokhoz, és ezek esetében történik meg legtöbbször a sikeres hosszú távú tartás. Aztán egy picit más kategóriába helyezve, de itt jön a harmadik nagy hiba, az pedig a hit és a bizalom, ami miatt majd nem fogunk cselekedni, vagy cselekszünk, és pont ez a probléma. Ugyanis ha kiszállunk valamiből, amiből nem kellett volna, még visszaszállhatunk. Ha azonban nem szállunk ki, amikor kellett volna, az veszteséggel jár. Éppen ezért azon elemek esetében, ahol volatilisebb piacról beszélünk, rövid távú alkalmazás szükséges. A legtöbb ilyenre érdemes kiszállni és visszaugrani, hogyha szükséges. De ne aggódjatok, ezt nagyon szépen le fogom törni a mai nap folyamán, és tökéletesen tiszta lesz a kép. Viszont ebből következik egy negyedik hiba, ami pedig az, hogy rosszul értelmezett tőkediverzifikációt alkalmazok a portfólión belül. Nos, egy TBS vagy ahhoz hasonló számla gyakorlatilag maga a portfólió.
A portfólió tőkemenedzselése kritikusan fontos. Elkülönített tőkerészletek szükségesek a tudatos kezeléshez, a tőke védelme érdekében. Ha ezt nem így csináljuk, kontrollálatlanná válhat a veszteségek mértéke. Ugyanakkor a különböző tőzsdei eszközök osztályai nem egységesen reagálnak a gazdasági változásokra és körülményekre, így hiba lenne ugyanannyi ideig tervezni egy Nvidia részvénnyel, mint például egy államkincstári kötvénnyel. Itt a kulcs a portfólió tőkéjének az elosztása, de nem úgy, ahogy gondolod. Amit viszont most mutatni fogok, az egyrészt megdöbbentően egyszerű lesz számodra is, és az is megdöbbentő lesz, hogy úristen, ha eddig így csináltam volna, már nem itt tartanék. Szóval akár csak egy természetes befektető vagy, vagy hodler a kriptópiacon, most nagyon figyelj, mert amit elmondok, abból nagyon sokat fogsz profitálni. Elnagyolt példát mondok, mert ezt még bőven lehet finomítani, de ahhoz fel kell mérni az egyéni igényeket és körülményeket. Viszont kezdőpontnak tökéletes lesz ez is. A négy fő hiba felmérésekor kiderült, hogy nem hiba hosszú távon vagy rövid távon tartani valamit, hanem az a hiba, hogy nem mérjük fel megfelelően, meddig is kellene ezt tenni. Tehát egy felmérés, ami egyébként nem bonyolult, és két dolgot kell tennünk annak érdekében, hogy ez megfelelően működjön. Egy, meg kell ismerni az adott piaci ágazatot, hogy értsük, mitől indult el egy trend, vagy miért lett vége. Meg kell tudnunk, hogy milyen fundamentális okok váltják ki a trendeknek a változását, illetve a trendeknek a fenntartását. Tehát gondolok itt gazdasági, geopolitikai vagy makrogazdasági helyzetről. Ha megtudjuk az okot, hogy miért van egy trend, vagy miért szakad meg, azt is tudni fogjuk, hogy meddig fenntartható, amíg nyilván az okok meg nem változnak, tehát már tudni fogjuk, mikor kell kiszállni, viszont azt is megtudjuk, hogy mitől indulhat el a következő trend, vagy mikor indulhat el a következő trend. Nem másodpercre, hanem nyilván átfogóan. Kettő, folyamatosan követni kell a piacot, hogy azt is tudjuk, pontosan mikor indult el a trend, tehát hogy kijelenthessük róla, hogy ez volt az a pont, ahol most már másik trendről beszélünk, vagy pedig ugye megállapítsuk, hogy mikor van vége a trendnek, tehát tényleg kijelenthető legyen, hogy itt véget ért a trendnek, tehát vagy be, vagy ki kell szállnom egy pozícióból, még akkor is, ha befektető vagyok, még akkor is, hogyha hodler vagyok például. Ezt csináljuk mi a Pro szerveren, követjük a piacot, és folyamatosan közléseket teszünk arról, hogy milyen állapotban van a piac, milyen trendben jelenthető ki, milyenben nem, mikre kell odafigyelni, milyen akadályok vannak, és miközben ezeket riportoljuk, természetesen oktatjuk is, és nagyon nagy előnye, hogy a tagjaink meg tudják határozni nagyban, hogy miket figyelünk. Szóval ez nagyon fontos, hogy figyeljük a piacot. Ezért szoktuk javasolni, hogy nagyon sok elemmel ne kereskedjünk, vagy nagyon sok elemmel ne foglalkozunk egyszerre, mert először meg kell tanulnunk, hogy hogyan is kell csinálni ezt a követést. Emellett viszont az is kiderül a hibákból, hogy mohók vagyunk sajnos, félünk kimaradni valamiből. Legtöbbször ez okozza a vesztünket. Lehet ugyanis nagyszerű információnk a piacról, de ha képtelenek vagyunk azt tudatosan felhasználni, semmit sem ér az info a kezünkben. Éppen ezért három kategóriába fogjuk sorolni a portfóliónkon belüli tőkét, mielőtt még a megvásárolt elemek között kezdenénk el diverzifikálni. Az első kategória a hosszú táv, a második kategória a középtáv, és a harmadik kategória pedig a rövid táv. Ezen a ponton például elkezd személyessé válni a dolog, hiszen nem mindenkinek van ideje, legalábbis annyi ideje, hogy nagyon sokat foglalkozzon a chartokkal, átvizsgálni a piacot, vagy valakit megfizetni azért, hogy ezt megtegye helyette, de folyamatosan követni őt, hogy elmondja, mi a helyzet jelenleg. Éppen ezért értelemszerűen egy ilyen befektető vagy kereskedő nem fogja választani a rövid távú lehetőségeket. És hát egyébként, hogyha számban nézzük, a legtöbb piaci ágazat leginkább a rövid és középtávon kihasználható, tehát nyilvánvalóan az e-fajta befektető és kereskedő el fogja fogadni azt a tényt, hogy egy picit ritkábban fog cselekedni. Viszont érdekes a piacnak a sokszínűsége, mert hogy olyan piaci ágazatokkal is fogunk ma például találkozni, amelyek csak rövid távon jók kihasználása, vagy csak hosszú távon jók kihasználásra. Nyilván ők a ritkábbak, de a legtöbben egyébként errefelé is orientálódnak a figyelmükkel, mikor már meg tudják határozni, hogy ők mit szeretnének a piactól az időtávokat tekintve. Itt kezd tehát tudatossá válni a dolog, és ezen a ponton még nem is bonyolult, ugye? Nézzük meg gyorsan, hogy az általatok felvetett kategóriák hova sorolhatók be a kényelem szempontjából. A kriptópiac nagyszerű lesz rövid és középtávon, de a hosszú távú kihasználáshoz speciális stratégia szükséges és nagyon jó elemválasztás, ami még több munka. Nem lehetetlen, és ebben is vannak terveink a közeljövőben, hogyan fogunk benneteket segíteni, de maradjunk egyelőre a kényelem és a piaci ágazat alkalmasságának szempontjánál.
Az ingatlan piac nagyszerű hosszú távon, de előnytelen középtávon és borzalmas rövid távon. A Forex piac a legtöbbször mind három kategóriában nagyszerűen kihasználható, és ugyanez elmondható a részvénypiacra is. Ezzel szemben a nemes és ipari fémek inkább közép és hosszú távra alkalmazhatóak. Ebből egyértelműen látszik, hogy az általatok választott piaci ágazatok esetében több lehetőség adódik közép és hosszú távra, de azért jelen van a rövid táv is. Nos, a megfelelő portfólió kezeléshez és tőke diversifikációhoz ezen a ponton vetjük be az első titkos fegyverünket, amely megdöbbentően egyszerű lesz számodra, és megdöbbentő eredményeket fog hozni, ha elkezded alkalmazni. Viszont mielőtt tovább mennénk, szeretném bemutatni nektek Tobit. Tobi Béla kis kutyája, aki nagyon szomorú. Az oka, miért ennyire szomorú az, hogy Béla nem használta ki a Trade on the Market videótréningének nyári akcióját, amelynek a részletei hamarosan közzé lesznek téve a Discord szerverünkön. Ha te is szereted az állatokat, és nem szeretnéd, hogy a te Tobid is ilyen szomorú legyen, mindenféleképpen látogass el a Discord szerverre, hogy ne maradj le ezekről az akciókról. Ez a titkos fegyver pedig a tőke diverzifikációja, de nem úgy, ahogy eddig gondoltad, hanem először időtávra bontva. Mivel az időtávok esetében a hosszú és középtávú lehetőségekhez mindössze 5-5 kategória is tartozik, ahogy láthatjátok, de a rövidtávúakhoz csak 3, így a tőkének nagyobb szeletére lesz szükség a hosszú és középtávúakhoz. Mivel ez most nem egy személyes tanácsadás, így általánosítunk és meghatározzuk ezt 40-40-20 százalékban. Tehát először is felosztottuk a tőkénket 3 különböző részre, attól függően, hogy miket milyen időtávra szeretnénk majd tartani. Ez kritikus lépés, ugyanis egyensúlyban fogja tartani a portfóliónkat, miközben lesz egy kis játékterünk majd játszani vele, és ez megfizethetetlen ajándék lesz a TBS számlák esetében. Szóval akkor vágjuk is bele. Nyitunk egy TBS számlát, és virtuálisan meghatározzuk, hogy miként osztjuk el a lehetőségeket. 40-40%-ban osztottuk el a hosszú, középtávú kihasználására. Ezen a ponton ez még csak virtuális, így nyilván valamilyen könyvelést kell majd vezetnünk, hogy ezt megfelelően tudjuk menedzselni is. Ha tehát példaképpen 10.000 euró alaptőkét használunk, akkor ez úgy fog eloszlani, hogy a hosszú távú kereskedésekhez, befektetésekhez 4.000 eurót fogunk felhasználni, a középtávúakhoz szintén 4.000 eurót fogunk felhasználni, és a rövid távúakhoz 2.000 eurót. Viszont most már azt is tudjuk, hogy melyik ágazat mire való, így bekategorizálhatjuk, hogy a hosszú távú tőkéből ingatlan, forex, részvény, nemesfém és ipari fém ágazatok lesznek kihasználva. A középtávú tőkéből kriptó, forex, részvény, nemesfém, ipari fém ágazatok. Amíg a rövid távúból részvény, forex és kriptó. Ezen a ponton fontos tudni azt, hogy a kriptópiac még nehézkesebben elérhető a TBS számlákon, viszont nyilván vannak már megoldások, amelyek kapcsolatban a Discord szerveren nagyon sokat tudunk beszélgetni, de ugye ez egy feltételes példa jelen pillanatban, nyilván élő piaci ágazatokkal, és ezeket egyébként teljesen reális helyre raktam nektek, de tételezzük fel, hogy ki tudjuk használni a piacot, illetve tételezzük fel, hogy azt a részét használjuk a kriptópiacnak, ami már most is kihasználható a TBS számlákkal. És ettől a ponttól lesz érdekes a tőkének, illetve a portfóliónak a diverzifikálása, mert innentől kezdve már valóban tőzsdei ágazatokkal kapcsolatban diverzifikálunk, de természetesen tiszteletben tartva korábbi döntéseinket az időtávra vonatkozó szabályokkal. Az előző videóban ugye kiveséztem nektek azt, hogy az infláció milyen jelleggel fog hatást gyakorolni a gazdaságra, illetve milyen jelleggel teszi ezt jelen pillanatban. Tehát aki már tudja, hogy mit csinál, legalábbis mit akar kezdeni a portfóliójával és a tőkéjével, gyakorlatilag most már tudatosan, céltudatosan át tudja vizsgálni a piacot. Tudja azt, hogy ha a részvénypiaccal kapcsolatban követek valamit, akkor pontosan milyen gazdasági helyzeteket kell nyomon követnie, illetve megfelelő információt kérnie ennek a kimenetéről. Tehát gyakorlatilag két dolgot kell tennie ezen a ponton a befektetőnek. Egy, követni a piacot, amit ugyebár megteszünk helyette. Kettő, cselekedni, amikor kell, vagy nem cselekedni, amikor egyébként nem kell. Én most az előző videó alapján végzek egy villámgyors megállapítást, de szeretném kihangsúlyozni, hogy bár az infláció hatását vesszük alapul a felsorolt ágazatokra, nem az infláció az egyetlen dolog, ami hatást gyakorol rájuk, tehát ez csak egy példa, és ennél sokkal fontosabb átvizsgálásokra van egy szükség. Megmutattam nektek, hogy az elmúlt 40 évben egy csökkenő inflációs és kamat trendünk volt. Ehhez gyakorlatilag már minden piaci ágazat alkalmazkodott, így még azok is megtalálták a boldogulás útját, akiknek ez pont nem kedvezne alapból.
Most azonban egy olyan multi évtizedes kamat és infláció növekedés várható, amely az eddigi berendezkedést felborítja. A gazdaság azonban nem kiegyenlítetten erősödik, vagy gyengül, így az ágazatok nem egyszerre fognak reagálni. Amint említettem, más hatások is vannak, amelyek egyes ágazatokat visszatartanak a javulástól, amíg másokat hamarabban kezdenek el beindítani. Vegyük alapul a hosszú távú tervekre vonatkozó tőkerészünket és azok ágazatait. Ha a felfelé tartó kék nyíl az emelkedő kamat és inflációs trend időperiódusa, legyen az bármilyen hosszú is, akkor megállapíthatjuk, hogy a legkorábban a nemes fémek reagálnak pozitívan, hiszen ezen a ponton igen sok problémával küzd a gazdaság, visszafogva a részvénypiacot és még sok mást. Ugyanakkor, ha bízhatunk az emberiségben, akkor a gazdaság újraindul, amelynek első lépése a termelés, amit szintén el kell látni valamiből, tehát az ipari fémek reagálnak legközelebb. Ezzel egy időben a forex piac is feléled, a nagyobb volatilitás pedig beindítja a hosszabb távú trendeket is. Ezt fogja követni a részvénypiac, a vállalkozások ugyanis végre teljesíteni tudnak egészséges szinten. Végül ez jó sok munkával jár, amely miatt több kedvünk lesz gyerekeket csinálni, így beindul az ingatlan piac is. Tehát már van egy időrendbeli sorrendünk, hogy mikor mi fog történni, ami nem mindig lesz ugyanolyan, egy picit változni fog, hiszen ahogy mondtam, a gazdaság nem egyenletesen fejlődik előre, de most legalább már tudjuk, hogy várhatóan mikor kell majd bizonyos tőzsdei ágazatokba beszállni, vagy kiszállni abból. Azonban az előző videókban azt is említettem nektek, hogy egy ilyen inflációs kamat megatrend nem csak emelkedésből áll, hanem néha süllyedni is fog, kamatvágásokból is fog állni, és azok is meg fognak történni. Éppen ezért ez az emelkedő kék vonal inkább így néz majd ki, ez pedig egy picit átrendezi a pályát, mert minden más gazdasági környezet is instabil lesz a bemozgások miatt. Tehát elképzelhető, hogy a forex piac például picit hamarabb tér részhez, vagy a részvénypiac fog később reagálni dolgokra. Ezek azok a nagyon finom változások, amiket nem fogunk tudni előre prediktálni, pontosan megmondani, hogy mikor, melyik, mikor fog történni. Viszont emiatt követjük a piacot, hogy amennyiben a jelek egyértelműek lesznek, ezt a megállapítást már végre megtehessük. Ami viszont jó, hogy már van egy körülbelül és nagyon is tudatos tervünk, hogy melyik ágazatban mikor kell aktívnak lennünk, tehát már van egy terv arra, hogy mit fogunk kezdeni ehhez hosszú távú tőkével. Na, itt jön az izgalmas dolog. Mert bár nem tudjuk halálpontosan, hogyan fog alakulni, a gazdasági törvényszerűségek egyértelmű térképet adnak. Látjuk, hogy a nemes fémek és a forex az elsők között reagálnak, de mint említettem, az aktuális gazdasági környezetben ez akár nemes és ipari fémek is lehetnek. A lényeg, hogy ezt szúrjuk ki időben. Magyarul kövessük miatt a piacot, hogy kiszúrhassuk, és ha kiszúrtuk, akkor a hosszú távú portfólió 100%-át erre fordítjuk, majd ha a játékhoz többi ágazat is becsatlakozik, akkor elkezdjük diverzifikálni. És igen, TBS számla esetében vagy hasonló accountoknál pontosan így járunk el. Tehát fogjuk a 100%-os tőkét és elkezdjük kihasználni, természetesen ez mögött sokkal bonyolultabb money management és risk management szabályok is vannak, amiket tanfolyamunkon meg tudtok tanulni. Viszont a lényeg az, hogy ez a fő cél, és hogyha csatlakozik egy újabb piaci ágazat, amit ki tudnánk használni, akkor szét diverzifikáljuk. És így haladok tovább, viszont eközben két nagyon fontos dologra fogok fókuszálni. Az egyik az, ahogy említettem, a gazdasági változások nincsenek kőbevésve, tehát kritikusan fontos az, hogy folyamatosan kövessem a piacot, hogy a megfelelő időben reagálhassak. Le kell végre a kereskedőnek és a befektetőnek vakarnia azt a tévhitet, hogy majd előre meg tudjuk mondani, mi fog történni. Nem tudjuk, és a nagyok is azért jók benne, mert követik, és akkor reagálnak, amikor kell, nem pedig megpróbálják előre prediktálni. Kihangsúlyozom, itt most befektetésről, hosszú távú kereskedésről beszélünk, és nem az általában ezen a csatornán megszokott rövidebb távú kereskedésekről, amiről a legtöbben érdeklődtök ti is. Ha viszont nincs megfelelő tapasztalatom, hogy követni tudjam a piacot, akkor egyébként elmegyek valakihez, aki ezt meg tudja tenni nekem, és csak annyit kell csinálnom, hogy megkérdezem, hogy hé, most ezt az ágazatot követem, akkor ilyen is ilyen alapon mérjetek föl nekem, légy szíves, és adjatok nekem riportot. Ha ezt egyébként a szolgáltató hajlandó megtenni számunkra ilyen kérésre, akkor nyilvánvalóan ez az információ nagyon egyszerűen el fog jutni hozzám, hiszen csak el kell olvasnom mindig, amikor a riportot kirakják. Ilyet csinálunk egyébként a Pro szervenen is, rengeteg tagunk van, akiről pontosan azért, mert tudjuk, hogy milyen ágazatokat követnek, mi is arra fókuszálunk, és folyamatosan ontjuk az információt, hogy áll most éppen a piaci ágazat,
Ebből pedig ő le fogja tudni a megfelelő következtetést vonni, hiszen ő tudja, hogy mit kezdett a pénzével. A második dolog, amire viszont fókuszálni fogok, az az, hogy ne felejtsük el, van középtávra is és rövidtávra is a tőkémnek egy része. Szóval ezen a ponton, ahogy követem a piacot, automatikusan elkezdem keresni a lehetőségeket a középtávú és a rövidtávú tőke kihasználására. Ebben pedig megint csak jók ugye a TOTMS srácok, így tehát elindultunk a hosszú távú dolgokkal, de nem csak az infláció van, hanem más gazdasági környezet is, amelyeknek szintúgy vannak mutatóik. Emiatt a részvénypiac elég kaotikus tud lenni, és hát nem mindig jó részvényt választunk általában, ezt ugye már ti is tapasztaltátok. Amíg például az ingatlan piaccal nehezebben nyúlunk mellé hosszú távon, úgy a részvénypiaccal sűrűbben. Éppen ezért, bár a részvénypiac hosszú távon is jó lenne, de én, tegyük föl, nem vagyok annyira tapasztalt befektető, inkább a középtávon használom ki. Kiveszem tehát a részvénypiacot a hosszú távú tervekből, és a középtávúakkal fókuszálok rá. És akkor térjünk is rá rögtön a középtávú tőkerész diverzifikációjára. Ugyanis ez nem lesz ugyanolyan, mint a hosszú távú. Először is tedd tisztába magaddal a következő dolgokat. Nagyon is jó okkal soroltál ide be valamit a középtávú kihasználásra. Tehát vagy a saját tudásod miatt, vagy mert a követett piaci eszköz egyszerűen nem szeret hosszú távon stabilan mozogni, hanem csak mondjuk középtávon. Ilyenek például a kriptoelemek, kisebb forex trendek, vagy a részvények túlnyomó hányada. Ez azt jelenti, hogy itt nem játszhatsz eszetlen hodlt, itt tényleg elkezdesz tudatosan befektetni, tehát amikor zárni kell, amikor nyitni kell, de általában az árasra kéne nektek inkább legjobban fókuszálni. És ebből következik még egy dolog, mivel itt sűrűbben lesz vétel és eladás, és feltehetőleg sokkal több piaci eszköz lesz a portfólióban, mint a hosszú távú tervek esetében, nem fogunk tudni mindig úgy diverzifikálni, hogy az egyiket csökkentem, a másikat pedig emelem. Éppen ezért szükségünk lesz egy bázisra. Ez lehet akár egy stabil deviza, egy nemes fém, vagy bármi más, ami nagyjából értékálló, és tekintve a lehetséges multitrendes inflációs emelkedést, ami előttünk áll, ha lehet, akkor legyen inflációálló is. De akkor elmondom, miért fontos ez. Tegyük fel, beindultam a középtávú tőkerészem felhasználásával, és elkezdtem venni részvényeket. Vettem mondjuk Elon részvényt, kis cica alomgyártó vállalat részvényt és a rakéta részvényt. De ezek ugye bár középtávra szólnak, és nyilván minden vállalat más-más lehetőségeket kap a tőzsdén, így majd akkor zárom, ha valami jelet kapok rá, hogy zárnom kell, ezért a tartás mértéke sem egységes. Valamelyik 3 hónapig lesz tartva, valamelyik 2, valamelyik pedig mondjuk 8. Ha a kis cica alomgyártó részvényemet 2 hónap után el kell adnom, akkor jönne a lehetőség, hogy berakom Elonba a pénzt. Mármint nem úgy nem rakom be Elonba a pénzt a részvénybe. Vagy a rakéta cégbe. De ennek semmi értelme nem lenne, hiszen bár nem tudom előre, hogy mikor, ezeket a pozíciókat is hamarosan zárnom kellene. Ha oda raknám be a pénzt, csak erősítem magamban a pszichikai hatásokat, nehezebben fogok megválni tőle, mert még több pénzt raktam bele, értelmetlen rizikót vállalok ezen a ponton. Emellett, ahogy korábban is említettem, egyre több lesz az eszközszám is, amit középtávon kihasználok. Ezért ehelyett a pozíció zárásából származó összeget, legyen ez veszteség vagy nyereség utáni, nem a többi meglévőbe parkolom be, hanem kiparkoltatom egy bázisba. Ez, ahogy említettem, bármi lehet, ami stabil deviza, nemes fém, jó értéktartó, viszonylag infláció álló és könnyen váltható, például az USA dollár egy ilyen eszköz. Tehát nem fogom elfomózni, és nem fogom elhodlerkedni csak azért, mert teljesen értelmetlenül valamilyen érzelmi szál köt ahhoz az eszközhöz vagy elemhez, amit tartanom kell, hanem inkább kiparkoltatom egy másfajta elembe, egy bázisba, a TBS számlán belül. Tehát nem kell kivennem a TBS számláról a pénzt, ami azt jelenti, hogy ha 5 évig így el tudok játszani vele, egy nagyon tudatos, gyakorlatilag diverzifikációval és portfólió kezeléssel, akkor a végén egyébként adómentes leszek. Ahogy említettem, itt még több nagyon fontos risk és money management szabályt be kellene majd tartani, bár a legtöbbről már volt szó ezen a csatornán, de hogyha valaki tényleg kíváncsi és szeretné ezt összeállítani, látogasson el egy Advanced Challenge szintre, látogasson el egy Pro szintre, és hát elég sokat tudunk segíteni ezekben. Szóval várunk mindenkit sok szeretettel ezeken a platformjainkon, hogyha tetszett a videó és szerinted hasznos volt, vagy szeretnéd tovább pörgetni, akkor kérlek dobjatok nekünk egy lájkot és egy szavazás a legvégére.
Nagyon sokat szeretnénk, legalábbis terveink szerint, foglalkozni a TBS számlákkal a jövőben. Hogyha ez benneteket is érdekel, akkor kérjetek, írjátok meg kommentben a videó alá, hogy ti hogyan képzelitek el a TBS számlátokat, pár információ, kérlek ne adjatok senkinek befektetési tanácsadást, tényleg csak felmérés szinten arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan közelítitek meg ezt a témát, mert terveink szerint valóban nagyon sokat szeretnénk foglalkozni a közeljövőben, tipikusan ezzel a fajta számlával. Úgyhogy várom a kommenteket, nagyon szívesen el fogom őket olvasni, és találkozunk a következő videóban, vagy makrovideóban, vagy hogyha hamarabb szeretnél beszélgetni, akkor a Discord szerveren. Mindenkinek kellemes pihenést és nagyon kellemes hetet kívánok. Sziasztok!